Azt gondoljuk, hogy elég aszályos időket élünk, hiszen az évszázad legnagyobb aszályával állunk szemben. Mégis úgy tűnik, hogy a kormány a saját maga által generált mocsárban egyre jobban kezd elsüllyedni, és az eddigi hegemóniája az redukálódik, hiszen azok az intézkedések, amiket megpróbál az aszálykárral kapcsolatban is meghozni, azok ilyen látszat és felszíni intézkedések, de nem hatolnak le a probléma gyökeréig. Mi az Hazánk mozgalom azt gondolja, hogy a volt 3 milliárd forintja arra a magyar államnak, hogy a gazdáknak, a bajba jutott gazdáknak a takarmány szállításra külön támogatást adjon, akkor nem értjük, hogy egy olyan támogatási forma, ami eddig például a kérődző állatok éves rendes vérvételére volt folyósítva, ez miért szűnt meg forráshiány miatt, vagy forráshiányra hivatkozva. Tehát nem értjük azt, hogy miért kell elvenni ilyen nehéz időszakban, hiszen ezzel is az állattartókat sújtja a kormány. Mi úgy gondoljuk, hogy az egész agrárpolitika és az egész gazdaságpolitika hibás, amit a magyar kormány folytat, hiszen láthatjuk, hogy nem az agráriumra helyezik a legnagyobb hangsúlyt, ami mi viszont úgy gondoljuk, hogy a túlélésünk záloga lehet. Mi azt gondoljuk, és mi arra építünk, a Mi Hazánk a Viradat programjában ezt leírta, hogy mi a magyar agráriumot szeretnénk a legfőbb gazdasági húzóerővé tenni, ehhez pedig az szükséges, hogy újra gondoljuk ezt az egész ágazatot, és új alapokra helyezzük, hiszen látjuk, hogy a vízgazdálkodás az tragikus, láthatjuk azt, hogy egy Kárpát-medencében gyakorlatilag sivataggá válik körülöttünk minden. Mi szerintünk a legfontosabb az, hogy ezt helyre tegyük, és a legfontosabb az, hogy a gazdaságpolitikánkat aképpen alakítsuk, hogy az a magyar agráriumra helyezze a legnagyobb hangsúlyt. És egy szemléltető példát is tartogattam már önöknek, mi szerint a legnagyobb, másik legnagyobb városunk az országban, a fővárosunkat leszámítva a legnagyobb városunk, az országban Debrecen mellett a legjobbak a termőföldek, itt a legértékesebbek a termőföldek, és mégis nem a magyar agrárium kapott itt sem kulcs szerepet, hanem egy külföldi befektető az megint, aki itt újabb 221 hektárt fog elvenni a magyar gazdálkodók elől, hiszen hallhattuk nemrégiben, hogy 3000 milliárd forint értékben egy újabb fejlesztés fog megvalósulni Debrecen mellett, ahol 9000 embernek szeretnének munkát adni, 221 hektár területen fog ez az akkumulátorgyár elhelyezkedni, és a kínai befektetők ebbe az energiaválságos időszakba minden eddiginél nagyobb energiaigényű gyárat telepítenek ide, hiszen csak a vízfelhasználást említenem, ha már aszály van, ez óránként 1000 köbméter vizet kíván felemészteni ez a gyár, és hát jogos lehet a kérdés, ami több debreceni lakos fejében is megfogalmazódott, hogy mégis kinek szeretnének 9000 újabb munkahelyet teremteni, amikor Debrecen városában és abban a járásban már így is egyébként a munkaerő nélküliség az, ami számottevő. Tehát valószínű, hogy ez a gyár, ez külföldi befektetők pénzén épül, ez külföldi vendégmunkásokat fog foglalkoztatni, és a földünket leszámítva, és az erőforrásainkat, az energiánkat leszámítva, a magyarok ebből nem profitálnak semmit. Ezzel ellentétben a Mi Hazánk mozgalom azt gondolja, hogy a magyar agrárium lehet az, ami kihúzza a bajból az országot, hiszen se az akkumulátort, se az autóipari alkatrészeket nem lehet enni válságos időszakban. Az agrárium produktumait viszont el lehet fogyasztani, legalább a saját népünket életben tudjuk tartani ezzel. Ezért mi azt a javaslatot tesszük a kormánynak, hogy próbálja átgondolni a magyar agrárium helyzetét, és próbálja meg olyan megoldásokat hozni, amely azt fogja eredményezni, hogy a magyar családi gazdaságok erősödnek, nem pedig az oligarchák, és nem pedig a külföldi multik, hiszen én a magyar gazdáktól napi szinten kapok a mezőgazdasági kabinetünk elnökeként olyan megkereséseket, melyben elpanaszolják, hogy eddig bírták, itt viszont le kell, hogy húzzák a rolót, be kell, hogy fejezzék az eddigi tevékenységüket, mert egész egyszerűen a megváltozott időjárási körülmények, a megdrágult input anyagok, a munkaerő nélküliség és ezer másik dolog, ami visszahúzza őket, az most már lehetetlenné teszi azt, hogy ők gazdálkodjanak, a mínuszból pedig nem lehet megélni, de Magyarországon a legtöbb kis gazdálkodó sajnos jelen pillanatban mínuszt, veszteséget termel. Éppen ezért mi felhívjuk a kormány figyelmét arra, hogy kiemelten kezelje ezt az ágazatot, és eseti felszíni kezelés helyett próbálja meg lehatolni a probléma gyökeréig, és próbálja meg teljesen átalakítani az agrárpolitikáját.